Sziasztok, Joanne vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban megmutatom nektek, hogy hogyan szoktam elkészíteni egy sminkemet a gameplay videókhoz. Általában nem szoktam sminket hordani úgy hétköznapokon, inkább csak a videókhoz szoktam elkészíteni, hogy mégis azért valamennyire jobban mutassak rajtuk, illetve azért is, mert a fényektől teljesen piros lesz az arcom, úgyhogy kénytelen vagyok valamit magamra kenni. Most természetes fényszerű van itt előttem, úgyhogy nem pirosodik be annyira az arcom, ilyen vagyok smink nélkül, és majd megnézzük, hogy milyen leszek utána. Ha kíváncsiak vagytok, hogyan készül a sminkem, akkor tartsatok velem. Nem is tudom, hogy hol kezdjem, mert az első lépés általában változni szokott, ugyanis valamikor felteszek primert, van, amikor pedig nem. És most nem tudom, hogy melyik opciót válaszom. Rendben, legyen most az, hogy felteszem a primert, és most úgy csináljuk meg a sminket, hogy mégiscsak lássátok, hogy milyen az, amikor tényleg minden lépést megcsinálok. És a primer, amit most használni fogok, ez a Belle-nek a hipoallergén primere, ezt még az egyik glamour napokon vettem, és hát gondoltam, hogy mivel hipoallergén, akkor már biztos nem leszek rá allergiás, és biztos nem fogok kipöttyözni tőle, mert azért elég sok olyan alapozó van, amitől pattanásos lesz az arcom, úgyhogy oda kell figyelnem erre, és az segít, hogy minél gyorsabban lemosom, úgyhogy nem szabad túl sokáig rajtam hagyni semmit, ezért nem is szoktam a hétköznapokra sminkelni csak a videókba, úgyhogy most ezt fogom használni, nagyon keveset fogok belőle használni, és csak azokra a részekre viszem fel, amikre úgy érzem, hogy tényleg szükséges, hogy elrejtsem a pórusaimat. Csak egy ennyit fogok használni. Sorry a körömlakom miatt, de az a helyzet, hogy két napja kentem rá, és már lekopott. És sajnos most nincs időm újra kenni. Ettől amúgy nagyon finom puha lesz az arcom, és látom is a különbséget, amikor felteszem az alapozót. Nem is azért nem szoktam használni, mert nem látnám, vagy bármi, hanem azért, mert ugye, mint mondtam nektek, elég gyorsan leszoktam mosni, miután végeztem a videókkal a sminket, és olyankor feleslegesnek tartom. Ráadásul a kamerában, abban a kamerában nem is látszik a... nem látszanak a pórusaim, szóval annyira nem fontos ezeket eltökörészni. Inkább, amikor egy hétköznap mégis ki szeretném sminkelni magam, akkor jól jön egy ilyen. Illetve megyünk valahova, mert amikor a Molly-nak volt a dog dancing versenye, akkor kisminkeltem magam, és akkor jól jött. Ezek után most áttérek gyorsan a szemöldökömre, és azzal fogom folytatni, ugyanis várni kell legalább egy 5 percet, amíg ez beszív, addig meg valami mással foglalkozok. Akár a számomat is megcsinálhatom addig, teljesen mindegy. Igazából van, hogy a szempillámmal szoktam kezdeni, mert nagyon sokszor össze-vissza kenem magam a szempillaspirállal, és az a legegyszerűbb, hogyha azzal kezdem, mert akkor utána, hogyha összekentem valamit, akkor azt le tudom mosni, és nem pedig a kész sminket rontom el, de most megpróbálom azt a végére hagyni, ahogy azt kéne. Mint láthatjátok, alapvetően a szemöldököm szinte teljesen láthatatlan, attól függetlenül, hogy szerintem egészen szép formája van, úgyhogy ezt a formát fogom megtartani, egyszerűen csak egy kicsit rásatírozok, hogy lehessen látni, hogy egyáltalán van szemöldököm. Ja, és amúgy a Sheen-nek az egyik ilyen szemöldök ceruzáját fogom használni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a tökéletes szín a számomra, mert ez akkor volt jó, amikor sötét volt a hajam, itt most ugye sötét, és ahhoz jó, de ugye itt meg világos, ahhoz... Igazából valószínűleg lenöveztem ezt a sötét részt, és akkor több lesz a sötét, úgyhogy maradhat az ilyen sötét színű, de erről ennyit. És nem szeretem túl sötétre csinálni, valamikor véletlenül túl sötétre csinálom, és akkor nem tetszik. Úgyhogy tényleg csak ilyen nagyon kis, pici mozdulatokkal át szoktam egyszerűen csak satírozni azt, ami van. Faded in this dark and smoky room. Way out, face reflecting bright. És amikor nagyjából megvan ez az átsatírozás, akkor előveszem ezt a másik végét, ezt a fésűset. És ezzel szoktam még átsatírozni. Csak hogy úgy beleolvadjon az egészbe. És hogyha ilyenkor egy kicsi rész mondjuk eltűnik, itt látjátok, itt eltűnt egy kicsi rész, akkor azt azért vissza satírozom.
Szóval igazából semmi más nem csinálok, csak színt adok annak, ami eleve van. Meg egy kis tömörséget, mert az a baj, hogy nagyon kis vékony szálúak a szemöldök szálaim, és nem is látszik igazából kamerán körülbelül, hogy van. Úgy élőben se nagyon szerintem, csak közelről. Ilyen lenne egyelőre a végeredmény, szerintem egészen természetes lett, és én próbálok erre törekedni, hogy minél természetesebb legyen a végeredmény, ne legyen olyan műhatása. És most keresem azt, amit még rá szoktam rakni, de nem találom, úgyhogy pillanat. Ezzel szoktam még átfésülni, ez az Essence-nek a Make Me Brow Gel Mascara. Aha. Szóval géles szemöldök festék. Ezzel szoktam átmenni még rajta, hogy egy kicsit beszálasítsam, hogy látszódjanak a szálak. A másik meg, hogy egy jó tartást ad a szemöldöknek, úgyhogy innentől kezdve nem fog elmozdulni. Amúgy sokan ugye így fölfele fésülik a szemöldöket, és úgy hagyják. Nekem viszont valamiért az nem annyira áll jól, úgyhogy először fölfésülöm, és amikor már mindegyikkel készen vagyok, akkor visszahúzom le, hogy az a kevés szál, ami még van, az, vagyis az a kevés szál, ami van, az összeolvadjon. Szemöldökről ennyit, és most már szerintem haladhatunk tovább az alapozóra, beszívta magát ez a primer, és az alapozóból kettőt szoktam összekeverni, a L'Oréal-nak a True Match alapozójából kettő szint szoktam összekeverni, mert van az Ivory és a Golden Beige. A Golden Beige az túl sötét, nekem az Ivory viszont túl világos. Úgy szoktam kikeverni, hogy az Ivory-ből rakok kettő pumpányit, hát most inkább csak egy pumpányit, mert hatalmas pumpány lett, és a másikból meg csak egy nagyon picit, egy fél pumpányit, mert tényleg nagyon-nagyon kevés kell, hogy sötétebb legyen egy icipicit. A másik, amit meg el szerettem volna nektek mondani, hogy ez amúgy nem a kedvenc alapozóm, igazából nem annyira mutat jól az arcomon, de ezt szoktam használni, mert a másik, ami a kedvencem, azt megtartom arra az időszakra, amikor el is megyek itthonról, és szeretnék egy kis minket magamra, és az egyáltalán nem látszik az arcomon, ez viszont meglátszik, úgyhogy azért nem szeretem annyira használni, bár lehet, hogy én vagyok béna, meg kell valljam nektek, de valahogy azzal jobban tudok szebb hatást elérni. Az amúgy a Maybelline-nek a Fit Me alapozója, azt nagyon-nagyon szeretem, és most az a kedvencem, illetve a szín is pont tökéletes, úgyhogy ezt nem kell keverészni. Na de, van egy ilyen beauty blender-szerű nyavajám, amit már ideje lenne lecserélni, mert szegényke, hát már látott jobb napokat is, úgyhogy ezzel fogom körülbelül eldolgozni. Tudom, hogy legtöbben ugye ilyen mizékető mozdulatokkal dolgozzák el, de nálam az valamiért egyáltalán nem válik be, úgyhogy én nagyon-nagyon kevés alapozót fogok felrakni, és azt is csak belemasszírozom a bőrömbe. Mondjuk, ha itthon vagyok, és videót veszek fel, és esetleg nem úgy sikerül az alapozás, mert nem lesz elég vékony, ugye, és hogyha egy picit vastagabb rétegbe rakom fel, már nem tetszik a végeredmény, nem lesz elég vékony, akkor az nem látszik a kamerában, úgyhogy néha úgy szoktam hagyni, de élőben nagyon látszódna, úgyhogy csak egy nagyon-nagyon keveset rakom fel. Ez is egy kicsit világosabb, mint az arcom, hogy jobban passzoljon a nyakamhoz, de még így sem annyira világos, azért szoktam levinni egészen ide a nyakamig. Igazából csak annyi a lényeg, hogy ezt a pirosságot, ami az arcomon van, azt elfedje. És hát igen, én így húzogatni szoktam, pedig elvileg ez nem jó. De nekem ez az egyetlen olyan, ha így csinálom, hogy szinte egyáltalán nem látszik, hogy van rajtam alapozó, egyszerűen csak a szín látszik, hogy már nem piros az arcom. Mondjuk lehet, hogyha lenne egy jó ecsetem, akkor az egyszerűbb lenne ezt a hatást elérni. De hát nincs, úgyhogy maradunk ennél a fajta megoldásnál. Itt ezen a részen még egy kicsit piroskás az arcom, de oda azért nem viszek fel többet, mert oda úgyis kerülni fog még korrektor.
Szóval én azért szoktam ezt így használni, mert így egyáltalán nem látszik, hogy van rajtam smink, viszont teljesen jól eltakarja azt, amit én el szeretnék takarni. Talán a bőröm állaga sem az igazi, és amiatt sem tudom annyira vastagon feltenni, vagy én nem tudom elképzelni, hogy azok, akik vastagon felteszik magukra az alapozót, azoknak ez hogy tud jól mutatni. Lehet, hogy nekik valami hihetetlenül csodás bőrük van, de nekem úgy látszik, hogy nem. Nekem ez az egyetlen opció arra, hogy ne nézzek ki úgy, mint egy múmia. Na, az alapozó után jött a korrektor, amihez a Maybelline-nek az anti-age-ét fogom használni, amiben látjátok, már elég kevés van, tehát ezt elég sokat... Hogyan kell erre ráközelíteni? Na, ne! Oda! Úgy! Ez az, látjátok, elég kevés van benne, elég sokat szoktam használni. Ez azért jó, mert én ezt tudtam használni alapozó helyett is, ugyanis pontosan ugyanolyan színe van, mint a bőrömnek. Úgyhogy ez egy... Hát nem a legjobb most így a szemem alá, mert lehet, hogy nem fog eléggé világosítani, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy ezeket a csúnya sötét karikákat innen eltüntessem, úgyhogy most az fog következni. Illetve rárakom a szemhéjamra is, mint egy szemhéj alap. Ennyire szoktam feltenni ezt a korrektort, nem teszek máshova, mert mint mondtam, nem világosít, mert látjátok, hogy sötétebb, mint az alapozó, egyszerűen csak az a lényeg, hogy eltüntesse a karikáimat. És igazából ennyi. Hát a helyzet az, hogy nem azt mondom, hogy eltünteti teljesen a sötét karikáimat, pedig általában elég sokat szoktam aludni, mert úgy ért a 8 órát majdnem kialszom, és azért mégis vannak itt ilyen sötétebb karikáink, valószínűleg azért, mert beteg vagyok, úgyhogy, mármint, hogy aki látta a másik csatornán a videót, azt tudja, hogy miről beszélek, és valószínűleg azért vannak ilyen kis karikáim, de remélhetőleg, hogyha túl leszek azon, ami előttem áll, akkor ezek el fognak tűnni, és végre tudok normálisan aludni is. Oké. Úgyhogy ennél többet igazából nem szoktam ezzel foglalkozni. Tudom, hogy egy kicsit látszanak a fekete karikák. Lehet, hogy amúgy egy ilyen narancssárga korrektort érdemes lenne kipróbálnom, de nincsen olyanom jelenleg, úgyhogy hát majd a legközelebbi valami glamour napokon, vagy joy napokon lehet, hogy azt fogok vásárolni. Na de haladjunk is tovább, mert ezt gyorsan leszoktam ám fixelni, és az egészet leszoktam fixelni, még a szemhéjamat is, ugyanis nekem olajos a bőröm, és hogyha nem fixálom le azonnal, akkor az egész elmászik, úgyhogy muszáj, és a szemfestékem is elmászik, hogyha nem fixálom le, muszáj az egészet lefixelni. Ehhez a Rimmelnek a Stay-met, azt hiszem ez a neve ennek a púternek, nem tudom, mert már lekopott a teteje, úgyhogy fogalmam sincs, ugye így néz ki. Ez az a rossz árnyalat, amit most elővettem, úgyhogy ezt most levesszük róla. És a másikkel, ugyanis a transzparent árnyalatot fogom használni a szemem alá, és a többi helyre pedig a szend árnyalatot fogom használni. Úgyhogy most ezt gyorsan meg is teszem. Igazából nem szoktam, vagyis hát néha szoktam ilyen baking technikát alkalmazni, amit ugye a külföldi videósoknál lehet látni, de például tegnap néztem meg Tetinek az új videóját, nem tudom, hogy követitek-e őt, én szoktam nézni, imádom, és apam volt egy sminkmester, Jennifer Lopeznek a sminkmestere, és ő mutatta, hogy szerinte butaság ez a baking technika, és csak egy nagyon kevés púdert kell a szem alá tenni, mert ez sokkal szebben mutat, úgyhogy bízom benne, és most én is úgy fogom csinálni. Ráadásul szerintem igaza is van, mert nem néz ki jól, amikor ott ez a rengeteg púder ott marad. Puderezés a szemem alatt készen van, úgyhogy most a többi területre a szend árnyalatot fogom feltenni, tehát ugyanabból a púderből használom, viszont ez már nem az átlátszó árnyalat, ugyanis többi részére az arcomra nem árt egy kis szín. Az orromra próbálok nagyon keveset rárakni, mert az, hogy minél több pudert használok, annál furcsább lesz a végeredmény, úgyhogy tényleg csak én nagyon-nagyon keveset teszek mindenhova, mert különben akármilyen furcsa, minél többet rakok, annál inkább kizsírosodik, kiolajosodik a bőröm, úgyhogy inkább egy papírzsepivel szoktam felítatni, hogyha már nagyon úgy érzem, hogy szükséges. Amúgy ilyen nagyon béna
eBay-es ecseteim vannak, mert azt hiszem, hogy ezt eBay-ről rendeltem, vagy lehet, hogy a Wish-ről, nem tudom. Ezek az ecseteim rettenetesen bének és rettenetesen rosszak, de nincs pénzem drágább ecsetre, úgyhogy maradunk ennyire. Egyetlen drága ecsetem van, ez a NYX-es szemhéj ecset, enélkül nem is tudnék rendesen szemhéj festéket csinálni, mert ez valami hihetetlenül jó. És nyilván, hogyha lenne pénzem, akkor vennék többet is, de most jelenleg nincs, és nem is erre fogok költeni, hanem arra, hogy minél jobbak legyenek a gameplay videók, úgyhogy maradunk ennyire. Oké, most haladhatunk tovább a szememre. A szememre, hú de rossz, állandóan lefele nézek, miközben nektek kéne beszélni, sorry, megpróbálom kijavítani majd idővel ezt a dolgot, szóval ez az első sminkes videóm, az első igazi sminkes videóm, úgyhogy... Úgyhogy még bocsi, hogyha nagyon béna vagyok, de nagyon igyekszem, és próbálok fejlődni majd idővel, mert hogyha visszanézem ezt a videót, akkor fogom tudni, hogy mi az, amit rosszul csináltam, és hogyan kell jobban csinálni, úgyhogy igyekszem, de akkor előbb megfogom a palettát, és akkor úgy beszélek. Ouch. Miért van az, hogy nekem az összes palettám koszos? Annyira szeretném nektek megmutatni, hogy milyen szép ez a paletta, meg stb., de... De koszos valamiért. Hát igen, azért, mert sokat használom nyilván. Meg azért, mert nincsenek ilyen nagyon csinos kis tárolóim, amiben be tudom őket rakni, hanem mindent egy helyre rakok, és összefogják egymást. Ha, nem tudom, hogy miért lett ilyen koszos, mondjuk már elég rég megvan. Egy éve már legalább, igen. Na szóval, ezt fogom használni. Az igazság az, hogy szeretem ezt a palettát, mert sok szín van benne. A másik igazság az, hogy nem vagyok megelégedve a színekkel, és nem igazán az én színeim, és nem is a legjobban eldolgozható színek. Úgyhogy nagyon sok jót hallottam már erről a palettáról, ez amúgy a Makeup Revolution-nek a Sopix, ez a az egyik youtubernek a palettája, és néha néztem őt régebben, és gondoltam, hogy megveszem ezt a palettát, hogy kipróbáljam, de nem vagyok vele 100%-ig megelégedve, és merem nektek állítani, hogy nem ugyanazt adják készhez, mint amit ő kipróbált ott helyben, ugyanis nem olyan élénkek a színek, mint neki voltak, és sorry, remélhetőleg ez nem jut vissza hozzá, ugyanis Magyarországon valószínűleg nem fogja megnézni ezt a videót, de elmondom nektek, hogy tudjatok róla, hogy szerint nem teljesen ugyanaz a paletta van nálam, mint ami nála volt. Eleve már a színek sem teljesen passzolnak, vagy én vagyok nagyon béna. Ja, és a másik dolog, hogy ez egy eredeti paletta, és Angliában van rendelve, úgyhogy semmi esélye arra, hogy esetleg azért, mert ez egy hamisítvány lenne, nem ez az eredeti paletta, de még így sem vagyok vele teljesen megelégedve, és akkor nézzük meg a színeket. Viszont amúgy egy kezdő palettának, és hogyha nektek tetszenek a színek, akkor szuper jó. Szuper jól lehet használni és kihasználni, mert tényleg rengeteg szín van benne, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy NYX-es palettával, nekem ez az egyetlen palettám van jelenleg, de ha összehasonlítjuk egy NYX-essel, akkor azért látszódik a különbség. Nyilván az egy jóval drágább paletta, úgyhogy azért az árkülönbség miatt is látszik, hogy nem ugyanazt kapjuk, de szóval azért hagy némi kívánni valót maga után, de egy tökéletes sminket el lehet vele készíteni. Lehet a felvétel. Remélem, hogy van még hely a kamerán, elvileg van. Na, hogy mutassam nektek? Oké. Majd ezt utána megmutatom. Utána megmutatom nektek a színeket. Most nem mutatnám meg nektek az összes színt, csak azokat, amiket én használni fogok, és a palettát, hogy hogy néz ki. Hát én használtam. Használom már egy ideje, úgyhogy látszik rajta, hogy használva van. És most csak egy nagyon-nagyon egyszerű és gyors szemsminket fogok készíteni. Igazából, mint látjátok, nekem teljesen rejtett szemhéjam van, de olyan szinten, hogyha kinyitom a szemem, akkor egyáltalán nem látszik, hogy van szemhéjam. Úgyhogy ezt a területet, ami látszik, fogjuk használni. Illetve ezt a területet is fogjuk használni, de az nem fog látszani. Még ide a végébe fogok valamit tenni, mert az látszik, és a többi meg csak akkor, hogyha becsukom a szememet. Elsőként egy ilyen középbarnát vettem fel, és azzal fogom megcsinálni ezt a felső részt, amit mutattam nektek mind a két oldalon,
Igazából nem akarok erős minket készíteni, egyszerűen csak egy kicsit beárnyalom a szememet, hogy legyen egy kis dimenziója. Amúgy mindig az ujjammal egy kicsit át szoktam satírozni, mert szerintem úgy lesz tökéletes a végeredmény. Na nem tudom, hogy látszik-e a különbség a két szemem közt. Élőben látszik nagyon is. Nem tudom, hogy kamerában mennyire látszik. Ugye ezt beárnyaltam, ezt meg még nem. Ennyit szoktam használni a középbarnából, és most haladunk tovább egy sötétebb barnára, amit viszont már csak ide a külső részre fogok feltenni. Igazából csak ennyi. Nem tudom, látszik-e a különbség e között és e között. Élőben igen. Látjátok, hogyha becsukom, akkor szinte semmi, viszont annyi látszik, hogy itt lett egy kis árnyék, és én csak ennyit szerettem volna elérni. Jó hosszú lesz ez a videó, elnézést kérek érte, de ugye ez az első ilyen sminkes videóm, és hát nem is tudom. Azért kell idő ahhoz, hogy egyrészt a videó is jó legyen, másrészt a sminket is úgy készítsem el, hogy jól nézzen ki. Ja, és amúgy nem nagyon vagyok ilyen nagy sminkes, igazából azóta kezdtem el sminkelni, amióta videózok, úgyhogy meg szeretem nézni az ilyen sminkes videókat, de annyira nem értek a sminkeléshez, úgyhogy ez az én módom, ahogy el szoktam készíteni a sminket, de biztosan vannak ennél jobb módok is. Még így leszoktam csak a tenyeremen szedni róla a maradékot is, az üres ecsettel egy kicsit átdolgozni, ugyanis ez az egy darab ilyen jó ecsetem van, úgyhogy szeretem ezt tényleg kihasználni, és még egy ilyen béna emberke, mint én is egy egész szép árnyalást tud ezzel elérni szerintem, úgyhogy tényleg nagyon jó ez az ecset. Igazából ennyinél meg is állhatnánk, de még egy valamit szoktam csinálni, egy ilyen kisebb ecsetet felveszek, aminek, hát ez is egy ilyen IBS ecset. Aminek van egy ilyen műszőr a végén, és ezt bele szoktam merteni a fekete-szerű dologba, és egy nagyon vékony kis cicás vonalat szoktam ide tenni, és egy nagyon-nagyon picit. Most sikerült ide pöttyöznöm egy feketét, majd azt eltüntetem, de igazából ennyiről lenne szó. Én nem tudok ilyen nagyon nagy cicás vonalat húzni, nehéz, mert ugye olyan a szemem, de egy ilyen kis pici vonalat azért tudok csinálni, és szeretem is. Itt még amúgy szoktam rátenni egy kis csillogósat ide a belső részbe, de most valahogy nincsen hozzá hangulatom, úgyhogy haladjunk is tovább az alsó részére a szememnek, amihez ugyanazt az ecsetet fogok megint használni, csak a trükk az, hogy egy kicsit összenyomom, és akkor már tökéletes lesz arra, hogy a szemem alá használjam. A sötét barnát fogom végig használni a szemem alatt, ez egészen jól szokott működni. Szemem alá csak ennyit szoktam, és még annyit szoktam, de azt majd a végén megcsinálom, még a szemem sarkába szoktam tenni egy kis highlightert, viszont azt majd a highlighter palettából fogjuk megtenni, úgyhogy most jöhet a szempilla spirál, amihez nagyon fontos, először beszoktam gönderíteni a szempillámat, ugyanben nem látszik, hogy egyáltalán van-e szempillám. A szempilla spirálnak még mindig a L'Oréal-nak a Paradise Ecstatic nevű szempilla spiráját szoktam használni. Ez egy nagyon jó szempilla spirál, bár meg kell mondjam nektek, azért egy idő után, mivel ugye zsíros a bőröm, olajos, ezért elkerülik. Úgyhogy minden gyorsan le kell szedni magamról, hogyha készen vagyok a videózással, vagy oda kell nagyon figyelnem a napközben, hogy ne ragadjon valahova oda. Úgyhogy hát ez ilyen. Ezt lehet, hogy nem fogom tudni kamerában megcsinálni, de legyen az, hogy megcsinálom az egyiket, és akkor utána megnézzük a különbséget a kettő közt. Természetesen most is összekentem magam. Szóval ilyen a különbség a kettő közt, és mehet akkor a másik oldal is. Ez amúgy egy réteg, és nem is szoktam többet felrakni, mert különben összeragadnak a szempilláim. Nektek szokott összeragadni a szempillátok, amikor sok rajta a szempilla festi? Oké, kész van a szemem, akkor folytatjuk az arcommal, amire még van pár dolog, amit el kell kenni.
ugyanis most jelenleg tök fehér, úgyhogy először is jöhet egy kis kontúrozás, amihez a DM-nek ezt a kontúrpaletáját fogom használni, amit már egyszer lejtettem, ezért kitört belőle a púder. Igen, ráadásul ez is szegényke elég használt állapotban van. Én nagyon irigylem azokat a beauty videósokat, akiknek tökéletes állapotban vannak a palettáik, meg minden, de jó lenne, ha ez is olyan lenne, de hát nem. Ja, és akkor erre a részre szoktam fel. De jól látok most ebből a fénye. Na hát. Ugye ide, erre a részre szoktam felvinni. Mondjuk csináljuk meg csak az egyik oldalt. Ide is szoktam egy picit tenni, hogy leárnyékoljam. Meg ide alulra. Mert tokás vagyok. Sajnos. És mindig is az voltam. Voltam azért jóval vékonyabb, mint most. Nyilván most fogyókúráznom kell, majd erről is beszélünk egy videóban. De akkor is ilyen volt, sajnos így születtem azon. Nem tudok valami csinálni. Én itt a homlokom tetejét is meg szoktam csinálni. Ezt azoknak nem ajánlom, akiknek kicsi a homlokok, viszont ahogy látjátok, az én homlokom nagyon magas. Úgyhogy nekem muszáj. A másik azért próbálom úgy tartani a dolgokat, hogy azért természetes legyen a végeredmény, és nem tudom, sokszor látom olyan embereken a sminket, akiknek úgy érzem, mintha koszt lenne az arcukon, szóval óvatosan, ne tegyetek túl sokat. Ja, most úgy volt, hogy csak az egyik oldalt jár meg. Igen, de szerintem már így is látszik a különbség. Eléggé. Pláne azért, mert egy kicsi színt kapott az arcom. Sőt, azt mutatta abba a videóba, tegnap néztem pont a Tetinek a videóját, hogy itt a nyakát is bekentem, most megnézzük. Ilyet még soha nem csináltam, de hát ha, igazuk van. Nem is rossz. Nem is rossz. Egész jó. Tényleg jó. Oké. Úgy minden csak nagyon finom kézzel, szinte alig érek hozzá az arcomhoz, és úgy csinálok. Emiatt sokszor amúgy a videóban nem is látszik, amit csinálok, de itt valószínűleg látszani fog a különbség, mert itt teljesen más fényről van szó, és teljesen más kameráról. Úgyhogy itt azért látszani fog, ott annyira nem látszik, csak annyi, hogy nem piros a fejem. Illetve azt is mondta, hogy valahonnan innen alulról egy kicsit kell indítani a kontúrt, és akkor lesz tökéletes. Hát most kipróbáljuk. Ez most egy új technika, igazából ezt még nem próbáltam. De tényleg látom a különbséget így a kamerában. Na most viszont túl sok lett, úgyhogy egy picit eldolgozom. Oké, készen vagyunk ezzel a részével, és jöhet a pirosítás. Ja, ezekhez amúgy ilyen, azt hiszem ezek eszenszes esetek. Ezeket nagyon szeretem. Bár nem valami professzionális ecsetek, de nagyon kis jó, szerintem jó pofa ecsetek is. Azért ahhoz képest egészen jó minőségek, hogy 800 forintba kerülnek, azt hiszem. És a pirosításhoz pedig a Márknak, Avonnak az ilyen márkos pirosítójával fogom... Nézzétek, hát majdnem egész tiszta. Ha! És még olvasható. Azért van, mert ez nem olyan rég vettem. Szóval ezzel a pirosítóval fogom most pirosítani az arcomat, mert kettő darab pirosítóm van, vagy talán a három, és az egyik az már nagyon-nagyon régi, úgyhogy azt azért nem szeretem már annyira használni. A másik az meg egy szedben van benne, most az nincs itt, úgyhogy azt azért nem. Ezzel az az egyetlen bajom, hogy eléggé csillámos, hogyha közelről megnézitek. Ami azért annyira nem jó, mert nem arra területre szeretném a hangsúlyt fektetni, ahol a pirosító van. De mindegy, jó lesz ez van. Na és akkor a pirosítást pedig egyel följe fogom rakni ide. És nagyon nem szeretem túlzásba vinni, de azért legyen mindenhol egy pici. Kicsit összedolgozom a kettőt a barnító, vagyis milyen bronzosítóval. Most egy kicsit leütögetem, egy nagyon picit szoktam az orromra, csak így.
tenni, mert szerintem olyan cuki. Meg ide alulra is egy nagyon picit, meg ide fölülre is egy nagyon picit. És azt hiszem, hogy ennyi, de azért még megnézem közelebbről a tükörben, mert elég messze van a tükör, hogy nem nézek ki úgy, mint egy bohóc. Utolsó lépésként egy picit így összeszoktam az ujjaimmal is dörzsizni a kettőt. Csak hogy úgy beleolvadjon az arcomba, és természetes legyen a végeredmény. És akkor jöhet is a... Mi ez? Fixáló spré. Fixáló spré, ami egy ketriszes, és matte finisht ad. Úgyhogy ezt fogom most használni. Nem is tudom, lehet, hogy megbántam, hogy ilyen matte finishűt választottam, mert nem az igazi. De amúgy jó, szóval arra, amire kell, hogy egy kicsit összeolvaszt az arcodon a dolgokat, arra teljesen jó. Ja, várjunk, ez hogy kéne, úgyhogy jól nézzen ki? Oké. Jó. Most ami maradt ebből az arcomon, azt egy kicsit a pamacssal beleütögetem. Meg elkenem, hogy mindenhova jusson belőle. És az utolsó lépés, a highlighter, amit mondtam, hogy még a szemem sarkába is fel szeretnék vinni, és már megint nem a kamerába beszélek, hanem azt csinálom, most oda nézek, amit csinálok. Úgyhogy megkeresem. Szóval, highlighter. Szintén ugyanez a fajta revolutionos soapfix. Így kell mondani? Lehet, hogy nem. Szes paletta, csak a highlighter, és ez is szegényként már látott jobb napokat is. Na de, ugye ebben... Hú, el is tört. Ups, hát ez új. Nyisd ki. Nem bírom kinyitni. Halljatok. Nyisd ki. Valamiért eltört. Na mindegy. Szóval látszik, hogy melyik színeket szoktam használni. Itt az elején főleg az aranyszínek nekem nem állnak jól, mert ugye nagyon világos a bőröm. Hú, de rossz, amikor így besötétül. Na jó, mindegy. Szóval az aranyszíneket nem szoktam használni, hanem az első négyet szoktam, vagyis nem az első négyet, várjunk csak, hogy mutassam. Ezt a négyet szoktam összekeverni, és abból lesz az unikornis színű, ami nekem pont tökéletes lesz, amihez keresünk egy ecsetet. Én az orromra is szeretek rakni, szerintem olyan cuki, nem tudom, sokan nem szeretik, én szeretem. Illetve ide még erre a részre. Jó, és ezt az ujjammal még egy picit el szoktam itt dolgozni, hogy azért ne legyen olyan erős a végeredmény, illetve ide még a szám fölé is szoktam rakni. Oda viszont nem szoktam le ütögetni, mert oda kell. Így. És jöhet az arcom is, amit már egy nagyobb ecsettel szoktam. Hát sajnos nincs hozzá megfelelő ecsetem, úgyhogy egy ilyen pirosító ecsettel. Szintén ugyanez a négy szín, és csak nagyon a hegyét használom, hogy ne legyen túl sok. És tényleg csak a hegyét hozzá érintem egy picit. Igazából ennyit is teszek most az arcomra. A kamerában nem tudom, hogy mennyire látszik. Élőben igazából teljesen természetesnek tűnik. Csak egy természetes fénynek látszik az arcomon. És jöhet a rúzs, amire három opció van, és most abból fogok választani. Igazából azért van három opció, mert megmutatom neked a három kedvenc rúzsomat. Az egyik, amit valószínűleg most nem fogok használni, ugyanis... nem illik a szemsminkemhez egyrészt, másrészt pedig ha ezt rakom fel, akkor úgy néz ki, mintha nem lenne rajtam semmi, mert ugyanolyan színe van, mint a számnak. Ez pedig a Lovely-nak a K-Lips-ből a Pink Poison. Imádom, tényleg nagyon jó, és a hétköznapokra imádom használni, viszont a videókban egyáltalán nem látszik, hogy van rajtam rúzs, hogyha ezt teszem fel, mert pedig ti szeretitek, hogyha látszik, hogy van rajtam rúzs, kihinta volna, úgyhogy olyat fogok választani, ami tényleg látszik is. A második a Trendy Tap-nak egy matt, mi az? Ultra matt lipstick nevű rúzsa a 471-es árnyalatban, ami egy sötét bordó, és rajtam abszolút pirosnak tűnik, a saját szem színeivel ugye összeolvad, és emiatt pirosnak tűnik,
és szinte ez az egyetlen piros rúzs, amit szinte teljesen magamra merek kenni, mert általában nekem nem állnak jól a piros rúzsok, viszont ez az egy, ez jól áll, ezt nem is olyan régen vettem. Alapvetően azért szeretem, mert nagyon kényelmes viselet, jól áll és nem mozdul el, hogyha sokáig rajtam kell, hogy legyen, ha iszok, akkor nem mozdul el. Evésnél teljesen lejön, úgyhogy nem egy 100%-ig tartós rúzs, viszont a színe nagyon jó, az állaga nagyon jó, és nekem ennyi, elég is ettől a rúzstól. Az utolsó nagy kedvencem a színe miatt annyira a kedvencem, ugyanazt el tudom mondani róla, mint az előzőről, és most ezt fogom használni, ez egy lila rúzs, és nekem ez az első rúzsom, ami lila, ez egy avonos rúzs, a Hot Plum árnyalatban a... mi is ez? Szerintem, hát az volt a neve, hogy valami matt rúzs, nem tudom pontosan, hogy van-e más neve mostanság. Régebben az volt a neve, hogy új matt rúzs, most meg csak talán matt rúzsként árulják, és szép matt a végeredmény, de nem szárít. Eléggé kenődik, szóval ez sem igazán egy tartós rúzs, viszont nagyon kényelmes, videókhoz tökéletes, ugyanis hogy csak beszélnem kell, néha iszok egy pár kortyot, és akkor nem jön le, illetve hogyha mégis lejönne valamiért, akkor újra tudom kenni, úgyhogy most ezt fogjuk használni, ugyanis ez a kedvenc rúzsom a színe miatt. Amúgy arra gondoltam, hogy készítenék egy olyan videót, ami arról szólna, hogy a kedvenc rúzsaim vannak benne. Nem is a kedvenc, az összes rúzsomat bele szeretném rakni, a rúzs kollekciómat. Kíváncsiak vagytok rá, mert nagyon-nagyon sok, hát alapvetően ahhoz képest, hogy palettából csak egy van, sok rúzsom van, mert az a kedvencem, ugyanis a szememben, mint láthatjátok, hát nagy nehezen lehet csak látni, hogy van rajta festék, úgyhogy inkább a számra szoktam hangsúlyozni a dolgot, és szeretem, imádom a rúzsokat, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor írjátok meg nekem kommentben. Hát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Bocsánat, hogyha nagyon-nagyon hosszú lesz, de még meg kell tanulnom, hogy hogyan rövidítsem le magamat. Nem tudom, hogy hány perc lesz, mert vagy egy órát vettem fel belőle, reméljünk azért, hogy ez hosszú. Úgyhogy azért remélem, tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és hogyha van valami ötletetek, hogy milyen sminkes videót várnátok tőlem, akár kihívás videót, mert még arra is kíváncsi lennék, hogy milyen kihívást tudnék csinálni sminkes videóval, nyugodtan írjátok meg kommentben, és ha nem szeretnéd lemaradni a következőről sem, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornámra, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!